November 1-től tart a krízis időszaka a hajléktalanokat ellátó intézményekben. A hidegebb időszakban a rászorulókat kötelesek befogadni a szállók. Az Ökumenikus Segélyszervezet Gyulai Központja a fedél nélkül maradt embereknek nem csak szállást, hanem ellátást is biztosít. Most megszakítással, most egy 3 hónapja, előtte voltam 1 évig, úgyhogy voltam többször, de mindig jó. Vagy jó, nincs hova mennem, itt van, majd gondoskodnak már rólam, vagy segítenek, úgy mondom, amire szükségem van. Mindent megkapok. A gyulai hajléktalan szálló évekkel ezelőtt ebben az időszakban teltházzal működött. Idén kevesebben akarnak bemenni a szállóra. A legnagyobb feladat most az utcai szociális szolgálatra hárul, akik napi szinten keresik fel a rászorulókat. Árulta el Kerekes Gizella, a központ vezetője. Visznek ki élelmiszert, gyógyszert, kötszert, meleg ruhát, hogyha arra van szükség. Hál' Istennek kaptunk adományba ágyneműket, paplanokat, párnákat, olyanokat is tudunk kivinni, illetve az önkormányzattal együttműködésben, hogyha szükséges, akkor próbálunk, hát nyilván csak ilyen krízis jelleggel tűzifát kivinni. Tehát most erre, ezen van a nagyobb hangsúly ilyenkor, azért mert most már hideg van, és hogy azért nem csak éjszaka van hideg, hanem most már azért napközben is. Napi szinten 70-80 ember fordul meg az intézményben. Az éjjeli menedék helyet és az átmeneti szállást többen veszik igénybe, mint a népkonyhát és a nappali melegedőt. A tavalyi évben befejeződött az épület belső felújítása, a jövőben pedig az ellátás megújítását tervezik. Kétféle irány van a hajléktalan ellátásban, nem csak nálunk, hanem országosan, amire föl kell készülni, illetve már jelen van ez a dolog. Az egyik az, hogy egyre előregednek és egyre rosszabb állapotban, egészségi állapotban vannak az ellátottak. A másik pedig, hogy van egy nagyon szűk réteg, aki viszont munkaképes korú és munkaképes is, hogy azok, tehát hogy egyikőjük se ragadjon be az ellátásba, és ehhez szeretnénk, hát az jövő év az biztos rá fog menni arra, hogy milyen szakmai szempontok alapján tudjuk megújítani egy picit az ellátásunkat. A gyulai központ az ünnepek alkalmával személyes csomagot készít a rászorulóknak, valamint karácsonyi menüvel is készülnek.